Az Európai Unió már több éve foglalkozik a dohánytermékek csomagolásával kapcsolatos irányelvekkel. Ennek eredményeként 2016 májusától a gyártótól függetlenül Magyarországon is egységes csomagolást kapnak a különböző cigaretták. Az intézkedés után más változásokra is számíthatnak majd a fogyasztók. Egyrészt egy sor olyan adalékanyagot megtiltanak a jövőben használni, amit bevett szokás és használt a dohánytermék előállításánál, sok esetben nélkülözhetetlen is. A második jelentős változás, hogy bevezetik a mind a két csomagolási oldalon, csomagolási felületen legalább a 65%-os kombinált képes egészségügyi figyelmeztetést, ami jelenlegitől lényegesen nagyobb. Ezzel együtt a magyar kormány néhány országgal együtt ezt felül vállalja, és tervezik bevezetni Magyarországon úgynevezett egységes dohány termékre vonatkozó csomagolást, ami azt jelenti, hogy igazából a márkák között nem lehet különbséget tenni. Jelenleg egyedül Ausztráliában vezették be az egységes csomagolást, az ottani tapasztalatok azonban azt mutatják, a változás nem segített. A dohányzók száma 2,5%-ról 3,4%-ra nőtt, valamint a fekete piac is fellendült, így az a teljes dohánypiac 14,3%-át fedi Ausztráliában. Bittner Imre hozzátette, a magyar kormány intézkedéseinek hatására itthon 5%-kal növekedett a nem dohányzó fiatalok aránya az elmúlt években, az új változás viszont nem szolgálja ezt a célt. Negatív hatással van egyrészt az államra, hiszen az állami adóbevételek csökkenni fognak azáltal, hogy egységes megjelenésű termékek lesznek a piacon. Ez minden esetben azt jelenti, hogy nagyon könnyű lesz a fekete termékeket forgalomba hozni, és hát nyilván a fogyasztók ebbe az irányba fognak elmozdulni, tehát egyrészt kevesebb lesz a adóbevétel, másrészt ellenőrzetlen minőségű, olcsó cigarettek fogják elárasztani a piacot, és azt gondolom, hogy ennek az egészségügyi kockázata sokkal magasabb. Nyilván negatívan fog érinteni a kiskereskedőket, vagy a közismertően olyan trafikosokat, hisz amikor minden termék azonos módon néz ki, akkor nyilván a fogyasztó a legolcsóbb terméket fogja választani. Az új doboz a tervek szerint így néz majd ki, a márkasemleges csomagolásokra 2016. május 20-a utántól számíthatunk.